Mindenképpen egy nehéz mérkőzésre számítottunk, hiszen tudtuk, hogy a Békés Csaba itthon azért elég erős, illetve fizikálisan jó állapotban vannak, erős játékosokból áll a csapat. Szerencsére az első fél időben több helyzetet is ki tudtunk alakítani, de nem sikerült gólra váltani, illetve mi is azért az idő elteltével tudtuk, hogy ha nincs gól, akkor azért hosszabbítás, büntetőpárbaj, tehát azért próbáltunk minél előbb dűlőre jutni, és így szerencsére az utolsó 10 percben 2 gólt is tudtunk szerezni, ezzel megvan a továbbjutás, és ez a legfontosabb. Viszont sok pihenésre nincs időtök, a hétvégén bajnoki mérkőzést játszottok a Puskás otthonába. Ez a győzelem erőt hozata, hogy a Puskás otthonából elhozzátok a 3 pontot? Igen, ez nekünk mindenképp egy áttörés most, hiszen a felkészülési meccseket megnyertük, de az idei bajnoki meccseken nem sikerült jól szerepelni, pontokat elhullajtottunk sajnos, úgyhogy reméljük, hogy ez a hétvégére is nagy erőt fog nekünk adni.